Jó napot kívánok mindenkit, nagyon sok szeretettel köszöntök, sziasztok! Egy koronavírus hírekkel, információs videóval jövök ismét. Hogyha velünk tartottatok, akkor láthattátok itt az Újbuda Televízió képernyőn és az interneten, hogy az elmúlt hetekben, sőt most már hónapokban, március óta ilyen párperces videókkal jelentkeztünk az önkormányzat vezetőivel együtt. Ezekben a videókban próbáltuk, igyekeztük összefoglalni nektek, önöknek azokat a tudnivalókat, szabályzatokat, szabályozásokat, rendeleteket, amikkel igazából kényszerűen együtt kellett élnünk az elmúlt időszakban, és amiknek a betartásával segítettük elő azt, hogy minél előbb vége lehessen a koronavírusnak, vagy minél előbb jobb helyzetbe kerülhessünk. Bíztatunk arra benneteket, vagy önöket, hogy figyeljünk oda egymásra, tartsuk be a megfelelő távolságot, segítsünk azoknak a rokonainknak, az idős rokonainknak a bevásárlásban, a számlabefizetésben. És hát talán emlékeztek, hogy természetesen én kulturális online tartalmakra is mindig felhívtam a figyelmet. Most május legutolsó napjaiban vagyunk, és szeretnék nektek beszámolni ünnepelni valóról is, és arról is, ami a legfontosabb üzenete talán a mostani videómnak, hogy továbbra is nagyon vigyázzatok magatokra, és nagyon figyeljetek. Amikor stációkat jártunk végig, és egy picit mindig könnyítés alakult a helyzetünkben, most pedig ugye kinyitottak a zárt helyei különböző kávéházaknak, éttermeknek, létesítményeknek, tehát most már pénteki naptól bent is a megfelelő biztonsági előírásokat betartva bent is tartózkodhatnak a vendégek. Én mindig azt gondolom, hogy fő az óvatosság, és fő a figyelem, most kell nagyon odafigyelni, most kell nagyon vigyázni arra, hogy tényleg tartsátok be a megfelelő távolságot, természetesen boltban, piacon, továbbra is buszon, villamoson, autó, taxiban, ugyanúgy hordani kell a maszkot, mint mindig, mint eddig is. Hogyha az ember most már persze, hogyha jobb idő lesz végre a hétvégén, akkor kimegy a szabadba, kiül egy kávézóba, kiül egy étteremnek a teraszára, és most már a benti helységeket is használni lehet, ugye akár rosszabb idő esetén. Mindenképpen figyeljetek oda arra, hogy most talán van egy kis fellélegzés, nem tudhatjuk, hogy mi történik a vírussal. Én egy nagyon óvatos ember vagyok, ezért próbálom mindannyiótoknak felhívni a figyelmet arra, hogy tényleg vigyázzatok, figyeljetek oda, gondoljunk arra elmúlt több hónapra, amikor mi leginkább ugye Újbudát látjuk, itt Újbudán nagyon nagy erőfeszítést végzett az önkormányzat, polgármester úr, és az egész önkormányzati apparátus azért, hogy védőfelszereléseket vásároljon, a kerület lakóinak segítsen, nagyon sokan összefogtak a Vikusz alapítvánnyal együtt, amiről többször tettem már említést, hogy segítsünk a kerület lakóinak. Én továbbra is azt szeretném kérni tőletek, hogy vigyázzatok, figyeljetek oda, vigyázzunk magunkra, és vigyázzunk egymásra, és így talán tényleg idővel elmondhatjuk, hogy ki tudtunk lábalni ebből a nagyon nehéz időszakból. És azt mondtam, hogy ünnepre is szeretném felhívni a figyelmeteket, hát persze az egyik az egy személyes ünnep, de megint hétvégéhez kapcsolódik, és ilyenkor szeretek egy pici kulturális programot ajánlani, a kislányom most 2 éves, május legvégén született, úgyhogy mi is ki fogunk menni, vigyázzunk magunkra, és kimegyünk a szabad levegőre, ez a nagy tervünk, hogy felmegyünk a Gellért-hegyre sétálni, és valahogy a tavasz ébredését még a csípős idő ellenére is próbáljuk élvezni, de nem csak a kislányom ünnepel, hanem itt újbudaiként, nekünk újbudaiaknak egy nagyon fontos ünnepünk van, azaz pontosan 15 évvel ezelőtt született meg Újbuda. A kerület 15 évvel ezelőtt vette föl ezt a egységesítő nevet, hogy Újbuda, úgyhogy azt gondolom, hogy van mit ünnepelnünk, hogyha ez a 15 év számotokra is nagyon fontos volt. Mi ugye pontosan 10 éve indítottuk el Újbudán, belépve a Hadik kávéházba, az irodalmi szalon, ami most már nem a Hadikban van, nem ott tartjuk az esteket, de talán velünk voltatok az elmúlt több hónapban, hogy online minden héten tartottunk irodalmi kulturális beszélgetéseket, és hát nagyon sokan velünk voltatok, ezt most is köszönjük.
De Új-Budaiaknak lenni, én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas kihívás, és együtt tudunk élni az irodalmi, kulturális múltunkkal. Ez a kerület tele van kultúrával, és tele van irodalommal és művészettel, úgyhogy én úgy fogom Új-Budát ünnepelni, hogy itt látjátok a családi könyvtárat, mert elő is készítettem pár olyan kivételes, különleges, nyugatos könyvet, ami akár egykori kávéházi törzsvendégeknek a kötete, hát természetesen Ady Endre kevésbé, bár az ő könyveit is megmutatom, mert gyönyörűek, de ugyanúgy Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, és legfőképpen Karinti Frigyes, természetesen Újbudának a lakosai és a törzsvendégei voltak. Emellett még szintén annyira számolok be, mert ez is az elmúlt napoknak a történése, hogy ti kértétek, ti az irodalmi szalonnak a nézői, hogy még többször találkozzunk majd, és akár a nyár végétől szeptembertől egy könyvklubot hozzunk létre, úgyhogy pont a napokban a kéréseiteknek eleget téve összeültem kollégáimmal, és megalakult a TÉKA, ez lesz a mi könyvklubunk, amikor ezeket a fajta élő, bejelentkezéses, közösen kibeszélő irodalmi élményeket fogjuk személyesen is folytatni. Persze ez majd ősszel lesz, és majd akkor fogjuk megtalálni a helyünket, és indítjuk ezt a sorozatot, de amit ígérhetek, hogy veletek leszünk itt Újbudán kulturális területen hétről hétre őszig is, és amit viszont szeretnék kérni, hogy tényleg tartsátok be ezeket az előírásokat, vigyázzatok magatokra, nyitás van, nagy szabadságot mutat a világ, de én óvatosságra intelek benneteket, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, nem sokára találkozunk. Sziasztok!